Korábban már készítettem egy befőttes üveg lámpasort ide a konyhába, úgyhogy szerettem volna ennél a stílusnál maradni a fali lámpák esetében is, illetve ezt ötvözni a másik nagy kedvencemmel, a brutális nyers betonnal. Ez lett belőle. Természetesen minden a betonöntéssel kezdődik, amihez nélkülözhetetlen egy jó öntőforma, amihez bútorlapot kell használni. Én korábban próbálkoztam régi megmaradt deszkákkal is, ezt nem javaslom senkinek. Egyrészt azért, mert nagyon hozzátapad a beton, másrésztről pedig, ha szabálytalan gírbegúrba a fa, akkor szabálytalan és gírbegúrba lesz az, amit ki fogunk önteni belőle, meg nagyon nehéz vele dolgozni, úgyhogy mindenki használjon ehhez bútorlapot. Ezt a klasszikus ilyen kis fényes felületű bútorlapot, egy kis maradékból mindig meg lehet csinálni, ezzel nagyon jól lehet dolgozni. Abból kell ugye kiindulni, hogy mindent inverzbe kell megcsinálni, tehát ha azt szeretnénk, hogy valami befelé mélyedjen a beton formánkban, akkor itt ebben az öntőformában kifelé kell jönnie, ezért is lett ebbe elhelyezve ez a parketta darab, ide fog kerülni majd az a fa, ami merüleges lesz erre a betonöntvényre. Ezek az alátétek pedig azért kerültek bele, mert hogy ezek lesznek majd a csavarnak a bemélyedések. Korábban már csináltam egy prototípust, akkor még sima betont használtam, ugye jó kis cement és homok. Aztán időközben a Green Cottage DIY-os srácok felhívták a figyelmemet a Beer Stone dekor habarcsára. Ez kifejezetten egy ilyen dekor célokra is használható beton. Az a jó ebben, hogy nagyon gyorsan köt, és ennek az az előnye ebben az esetben, hogy még a másikat szépen kiöntöttem, konkrétan, főleg ebben a hidegben, konkrétan napokig kell várni, tehát legalább 2 nap kell, hogy az ember biztonságosan ki tudja bontani a sablomból, itt viszont kvázi egy óra alatt meg lehet csinálni, ennek pedig az az előnye, hogy nem kell 4-et csinálnom ebből, mármint az öntő sablomból, 4 ilyen lámpát szeretnék ugyanis csinálni, hanem egyel tudok dolgozni, azt szétszedem, kiszedem belőle a betont, és utána mehet bele a következő, és azért ez nagyon megkönnyíti a dolgomat. Szóval egy szuper jó anyagról van szó, és ráadásul ilyen jó kis 2,5 kilós kiszerelésben van, tehát nem kell egy 10 kilós cementet megvenni, ami utána garantáltan tönkre megy. Egy hátránya talán azért mégiscsak van, pont az előnye, hogy nagyon gyorsan megköt, tehát nagyon gyorsan kell vele dolgozni, majdnem olyan, mint hogy a gipsszel dolgoznánk. A másik dolog, amire figyelni kell ezzel a dekor habarccsal, hogy elképesztő módon tapad, úgyhogy bőségesen kell valamilyen tapadásgátlót használni. Én ebben az esetben meg arra ügyelni, hogy tiszta maradjon az öntőforma. Én most egész egyszerű étolajat fogok erre a célra használni. Nem lehet panasz, bőségesen használtam sikosítót ehhez a projekthez. De itt tényleg kell, mert különben nem fog kijönni a kész termékünk. Na, ez megvan. Most pedig jöhet a beton kikeverése. Itt tényleg észnél kell lenni, tehát hangsúlyozom, hogy nagyon fontos betartani az arányokat. Nagyon egyszerű. Egy ilyen tasakhoz 1 liter vizet kell hozzáadni. Ha valaki teheti, használjon ennél nagyobb keverőedényt, mert ez nem elég nagy, de most nem találtam semmi mást erre a célra. Úgy vettem észre, hogy az is nagyon fontos, hogy a vizet egyszerre adjuk hozzá, nem pedig szépen apránként. Tehát szépen fogjuk, és az 1 liter vizet ráöntjük. Nyilván, ha nem lenne kint farkas ordító hideg, akkor ezt inkább kint csinálnám, de az van. Segít nyilván, ha van egy ilyen keverőszárunk, és azzal tudjuk megcsinálni, de nem gond, ha így keverjük, csak arra ügyeljünk, hogy az így is legyen csomómentes. Meg is van egy tökéletes ilyen csoki mousse állaga van, hogy jöhet. Nem vagyok biztos benne, hogy feltétlenül kellene bele, de én azért biztos, ami biztos, teszek bele egy kis vasalást is. Egy ilyen kis tyúkhálót levágtam méretre. Ez mehet bele, és így biztos, hogy tartós lesz. De jól néz ki. Ha ez megvan, akkor egy kis kalapáccsal, óvatosan, legjobb egyébként egy gumikalapács, de egy ilyen kis kalapács is lehet. Óvatosan kezdjük el ütögetni, hogy a levegő buborékok kijöjjenek belőle, följöjjenek a felszínre, és úgy lesz jó tömör az anyagunk. A hátuljába teszek egy ilyet, ide fognak kerülni majd az elektromos kötések. Beleírom a dátumot is, hát ha majd
2000 év múlva megtalálják a földön kívüliek. És akkor most egy kis türelemmel kell lenni, nem kell 48 órát várni, de 2-3-at azért érdemes. Annyira tutira mentem, hogy most nem 3-4 óra telt el, hanem több mint 24 óra, így jött ki a lépés, úgyhogy most már biztos, hogy megszilárdult a beton. Nézzük meg, hogy sikerült-e a műalkotás. Hát, nem lett most se tökéletes sajnos. Ez a két kis bemélyedés, ezért ez nem tudott tisztán kijönni, de azért egész jó. Egész jó, ennyi belefér. Időközben leszaptam a lámpa másik részét, ugye ezek fából lesznek, így fog kinézni. Direkt ilyen jó kis ütött kopott fát használtam, én ezt nagyon szerettem, amikor egy kicsit már úgy megcsócsálta az idő. Te lehet látni belül, azért ez még egyáltalán nem korhat, úgyhogy ezt leszaptam. Fenékfúróval kivágtam itt középen, úgyhogy most már csak azon hát, hogy összerakjam kvázi a lámpát, illetve nem, mert még ezt le kell kezelnem lazúrral, illetve a betont is lekezelem alapozóval, tehát ilyen falfixel, hogy ne legyen porózus. Azért is jó, mert ad egy ilyen kis, egy picike kis fényt a betonnak. Ez most stabil, mint az állat. És jöhet egy kis villanyszerelés. A Tilka nevű boltban vettem ilyen textil kábeleket, ezek nagyon dekoratívak, mindenféle színben lehet kapni. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne lámpát barkácsolni otthon, és nem csak kábeleket, hanem mindenféle dizájnos foglalatot is lehet náluk beszerezni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez fog majd ide jól passzolni. Annyit érdemes csinálni a textil kábellel, hogy az ember egy pici kis szigetelő szalagot köt a végére, hogy ne feslődjön vissza. Lehet ezt mondani? Hát én most kimondtam. De értitek, mire gondolok, szóval visszafeslik ez a textilanyag, tehát érdemes egy, csak egy ilyen nagyon picike szigetelő szalaggal stabilizálni. Ilyenkor is jól jön a szigetelő szalag, hogy itt szépen át tudjuk fűzni ezen a lukon. És most jön jól, hogy ide hátulra csináltam egy ilyen mélyedést, mert ide tudnak majd menni a vagók. Ha valaki nem tudná, hogy mi az a vagó az ilyen. Ugye régebben csokikat lehetett használni, tehát most is lehet használni, csak ez annyival egyszerűbb, hogy nem kell csavarozni, sem csak egyszerűen bedugjuk a ideillő fázist, és visszapattintjuk, és már kész is. Ahogy a bevezetőben már említettem, szerettem volna, hogyha ezt a befőtes üveg dizájnt tudom továbbvinni a fali karoknál is. Most is hagyományos befőtes üveget használok. Annyi trükköt vetek be, hogy matt lakkal megfújom ezeket a befőtes üvegeket több rétegben, tehát az a trükkje, hogy az ember megfújja egyszer, egy kicsit hagyja egy picit állni, hagyja egy picit száradni, és utána még egyszer megfújja. Arra kell ügyelni, hogy egyszerre ne sokat fújjuk, mert akkor megfolyik és nem lesz szép, viszont ha ügyesen csináljuk, akkor egy ilyen szép ilyen füstüveg hatást fogunk elérni, ami azért jó, mert nem fog benne látszani az izzó, hanem csak egy ilyen általános ömlesztett fény fog számunkra biztosítani. Illetve még annyit csináltam, hogy a tetejét kivágtam, ezeket régebben egyszerűen csak így keresztbe bevágtam, de most megpróbálkoztam azzal, hogy egy korona fúróval lyukat vágjak a tetejébe, és bevált, úgyhogy így sokkal kulturáltabban néz ki. Annyit kell csak csinálni még, hogy a befőtes üveg tetejét, azt ide föl kell, hogy csavarozzam. És egyszerűen fogom, becsavarom ide az izzót, befőtös üveget egyszerűen becsavarom, ennyi, és a lámpa készen is van, most már csak föl kell tegyem a falra. És akkor lássuk, hogy néz ki bekapcsolva. Tará! És ez nem minden. Hoppá, hoppá, fényerőszabályzás, távirányítás, színhőmérsékletváltás, ugyanis egy IKEA-s okos izzót raktam bele, amit távirányítóval lehet kezelni, úgyhogy hangulatvilágítás, meg minden.
Ha tetszett a videóm, vagy te is tudtál belőle ötletet meríteni, kérlek nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted volna meg, akkor légy olyan kedves és iratkozz fel a csatornára. Köszönöm a figyelmet, jó barkácsolást!